frakciónknak a következő álláspontja van a gazdasági előterjesztéssel, tehát a gazdasági változásokkal, hogy ez akkor lenne hiteles, ez a gazdasági átalakítás, ha mi magunkon kezdtük volna, amire Helmecz úr is mond. Ezért teszek egy javaslatot a következő közgyűlésre. Kérem, a közgyűlés fontolja meg azt, hogy a közgyűlés tagjainak tiszteletdíját csökkentsük 10%-kal, ugyanígy a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját 10%-kal, és mivel nagyon jó a mostani adókulcs, a 16%, ezért javaslom, hogy a közgyűlés vezetőinek illetményét is csökkentsük 10%-kal. Ezt gondolom, ez egy olyan gesztusérték lenne azoknak az emberek számára, akiknek megszűnik az álláshelye, hogy legalább látják azt, hogy mi politikusok is hozzájárulunk ehhez a megtakarításhoz. És nem látva a közgyűlés megalakításakor, hogy ennyire rossz lesz a helyzet 2011-ben, Helmeci úr ezt több megbeszélésen javasolta. Én azt is javasolom, hogy március 1-től a közgyűlés egy főállású alelnökkel dolgozzon tovább. Javaslom, hogy vizsgáljuk felül az összes gépkocsi üzemanyag normáját, és minden gépkocsiba, amit már elkezdett a közgyűlés, legyen helyzet meghatározóval ellátva, és ezzel csökkentsük a gépkocsik magánhasználatát. Én azt gondolom, hogy ezzel is egy komoly megtakarítást tudunk. Korlátozzuk a hivatali telefonok használatát, és csak indokolt a megye érdekében végzett feladatokkal kapcsolatosan lehessen kiküldetésdíjat fizetni. Nem tudjuk elfogadni az eredeti 194, mostani szerint 170 fő munkaviszonyának megszüntetését, mert én azt gondolom, hogy ha még a működési normán belül van, akkor is az intézmények színvonalas működését ez veszélyezteti. Gazdasági összevonalást pedig azért nem értünk egyet, mert nincsenek konkrétan alátámasztva számításokkal, és nem biztos, hogy ez takarékossághoz vezet. Ezt akkor lehet látni, majd mikor behozza a közgyűlés vezetése konkrétan, hogy hogy fognak működni. Mert vannak hallások arról, hogy lesznek mikrogazdasági központok. Én ezt bizottságülésen is elmondtam, mert gondolom nem úgy fog működni, hogy ha van egy csőtörés, akkor Nyíregyházán a karbantartó beül az autóba és kimegy Győrteleken kijavítsa a csőtörés. Most csak példát, de gondolom majd a következő közgyűlésen konkrétan a gazdasági igazgatóság és a gazdasági működéssel kapcsolatosan lesz ilyen. Nem támogatjuk az intézmények kiszervezését, mert ezzel azt gondoljuk, hogy csóbul az egyetlen olyan komoly feladata az önkormányzatnak, amely az intézmény fenntartása. Tehát ma a megyei önkormányzatok legfontosabb feladata az intézmények fenntartása. Miközben, amit tetszenek mondani, valószínű, hogyha mondjuk egyházak, akiknek magasabb a normatív hozzájárulása, jutottam a miénkhez képest 80%-a, több tehát 180%-os, magasabb színvonalon tudja ellátni az intézmények működését, és lehet, hogy több munkáját meg tud tartani, mert több a normatív bevétele. Én úgy gondolom, hogy új intézmény létesítése se indokolt. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy már az előterjesztésben, ha jól tudom, egy mondatban visszautalás van az elmúlt 4 év gazdaságpolitikájára, és hogy ennek a hatása, ez politikai színezet változt, politikai felfogás határozza meg. Biztos, hogy van ez is, de én azt gondolom, hogy ez az intézkedés a 2011-es országos költségvetésnek a hozama. A tavalyi egészségügyi átalakítással több mint 200 embert, most 170 embert küldünk el, és miközben arról beszélnek kormányközeli emberek, hogy munkahely teremtés, és sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyre több munkahely szűnik meg. És elnézést, most mi... frakcióvezető, önt is kénytelen vagyok figyelmeztetni. Már befejezem. És Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyre több munkahely szűnik meg. Én kérem a megye önkormányzat vezetését, hogy amellett, hogy
szükség van egy gazdasági átalakításra. Látjuk, hogy a megye önkormányzat finanszírozása és működése van veszélybe, hogy egy konkrét, mindenre kiterjedő gazdasági tervet tegyen le a közgyűlés asztalára. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, mint megyei közgyűlés új tagjaként igazán nem lep meg Halmi frakcióvezető úr gondolatainak zöme, hogy mindenre azt mondjuk, hogy nem tudjuk elfogadni. Ez igazán nem lep meg. Megoldást ugye nyújtani az a tömörülés sajnos nem tud, nem is igazán lehet ezek után elvárni, hogy onnan találjunk, vagy onnan halljunk olyan véleményt, ami a probléma megoldásához tudna vezetni. Köszönöm a szót, elnök úr. Alelnök úr nagyon szépen összefoglalta a végén a mondandóját, és örömmel hallottam azt, amit elmondott. Jó magam úgy vélem, hogy ellentétben áll ez a hozzászólás azzal, amit frakcióvezetőre első hozzászólása alkalmával mondott. Ugye ő azzal nyitotta hozzászólását, hogy nincs tovább. Véleményem szerint egy kormánypárti képviselőtől elég furcsán hangzik ez. Van tovább, igen, van tovább az emberek, újabban így mondjuk, hogy emberek, nem polgárok, ugye, elnök úr, úgy döntöttek, hogy van tovább, és arra van tovább, amerre önök mutatják az irányt. Na most, hogy szerintem arra a fal van, azt majd előbb-utóbb észre fogják venni az emberek, ezt majd eldöntik a következő választáson, hogy valóban falat találnak arra. Polgármester úr, képviselő úr azt mondta, hogy nem jelentős az a javaslat, amit Halmi képviselő úr megtett. Valóban költségvetési szempontból nem is. Ő is kiemelte, hogy ez egy gesztus értékű lenne. Én úgy gondolom, hogy az is egy gesztus az ország számára, hogy a parlament létszámát csökkentette a országgyűlés a következő választásokat követően, illetve a települési megyei önkormányzatok létszámát is csökkentette. Ez is csak egy gesztus. Hát abban a költségvetési tételben, ami több mint 10 000 milliárd forintról szól, abban egy csepp, de egy gesztus. Mind a mellett, hogy ha jól vettem ki, a tömörülés vezetője nagyon jól megfogalmazta, hogy erre szükség volt. Valóban egy ilyen kis országnak nincs ekkora parlamentre szüksége, és nincs szükség ekkora képviselőtestületekre, ezekkel magam is egyet tudok érteni. Köszönöm szépen.